A repülő csészealj. Egy napon Bimbi és Gertrud, a két egér, egy ódon rozog a házra bukkant az erdőben. Óvatosan besurantak a nyitott ajtón. Néhány szuette bútornál egyebet nem találtak odabent. A bútorok azonban óriásiak voltak. Az egerek megállapították, hogy biztosan egy óriási elhagyott házba kerültek. Miután alaposan körülnéztek, úgy döntöttek, ott töltik az éjszakát. Az óriási ágyat nem használhatták, mivel elkorhadt a fája, és középen beszakadt. A másik szobában azonban találtak egy porcelán csészealjat, ami nagyon megtetszett nekik. Pokróccal kibélelték, kényelmes, fekhelyet kaptak. Hamarosan el is aludtak benne. Ám éjfél tájban különös dolog történt. A csészealj finoman fölemelkedett a levegőbe, és az egerekkel együtt kirepült az ajtón. Tovább emelkedett a csillagos ég felé, és nagy sebességgel dél felé indult. Mire az egerek fölébredtek, már hajnalodott, és a csészealj a tenger fölött száguldott. Bimbi és Gertrud nagyon megrémült. Úgy látszik, nem csak óriási volt, hanem varázsló is. Mondta Bimbi. Ez egy elvarázsolt csészehaj. Ha valaki beleül, fölemelkedik a levegőbe. Biztosan így van, mondta Gertrud. Csak tudnám, hogy fog megállni ez a jószág. Nem röpködhetünk így a végtelenségig. Valamivel később sivatag tárult fel alattuk. Bimbi és Gertrud egyre jobban aggódott. És ekkor egy róka repült velük szemben egy szőnyegen. Integettek neki, mire közelebb repült, és megkérdezte tőle, tudja-e, hogyan kell egy ilyen csészealjat megállítani. Fogalmam sincs, mondta róka. Ilyen fura szerkezettel még soha nem repültem. De tudjátok mit? Csináljatok vele azt, amit én a szőnyeggel. Csapkodjátok meg a mancsotokkal a szélét, és mondjátok neki, hogy tessék leszállni. Bimbi és Gertrud azon nyomban megcsapkodta a csészealj szélét, és kiabálni kezdtek. Tessék leszállni! Tessék leszállni! És valóban, a csészealj azonnal lassított, majd ereszkedni kezdett. Végül fennakadt egy kaktusz tetején. Az egerek már is jobban érezték magukat. A róka meghívta őket sivatagi kastélyába. Kíváncsi lett az egerekre, tudni akarta, honnan érkeztek. Furcsa egy ország lehet, gondolta a róka, ahol a népek ahelyett, hogy repülőszőnyeget használnának közlekedéshez, ilyen csészealjakon röpködnek, és még azt sem tudják, hogyan kell landolni velük.